Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelveckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul edzés vagy futás közben. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, tudod, én azért vagyok itt, hogy minden magyar ember jobban tudjon angolul. Ha pedig szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor lent a videó leírásában nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát hogyan angolozz edzés vagy futás közben. Nos, a történethez hozzátartozik, hogy van egy nagyon jó barátom, Ákos, aki arra panaszkodott nekem nemrég, hogy egyszerűen nem talál időt az angol tanulásra a hétköznapokon. De tudni kell róla, hogy rendszeresen jár futni, és konditerembe is jár, tehát órákat tölt el egy héten az edzéssel. Ha te is hasonló cipőben jársz, tehát rendszeresen mozogsz és sportolsz, de úgy érzed, hogy nem marad elég időt az angolozásra, akkor van egy nagyon jó hírem a számodra, össze lehet kötni a nyelvtanulást és az edzést. Nos, egy nagyon régóta ismert tény, hogy a testmozgás az hatékonyabbá teszi az agy működését, és általában véve a tanulást. Tehát, hogyha aki többet sportol, vagy rendszeresen sportol, annak jobban fog menni a tanulás is. De talán még nem gondoltál arra, hogy edzés közben is lehet tanulni, már is mondom, hogy hogyan. Én azt látom, hogy nagyon sokaknak nehézséget okoz az, hogy beillesszék a rendszeres angol nyelvtanulást a napi rutinjukba. Ugye az emberek többsége fáradtan hazaér a munkából, otthon is vannak még teendői, ugye a családdal, a gyerekkel lehet, hogy egy kicsit szeretne kikapcsolódni, és miután ezekkel a tevékenységekkel végzett, már egyáltalán nincs kedve kinyitni az angol könyvet, vagy megcsinálni néhány feladatot. Ugye ott van még a hétvége, de ez az emberek többségénél a pihenésé, a családé és a barátoké, tehát ekkor sincs túl nagy kedvük az embereknek angolt tanulni. Ugye nagyon sokféle tevékenység van, amivel szórakozva tanulhatsz, például nézhetsz angol filmeket, vagy angol tévésorozatokat, vagy angol rajzfilmeket, ezekről már több videót készítettem, de most térjünk vissza az eredeti témánkhoz. Viszont én azt is láttam, hogy nagyon sokan sportolnak egyedül, tehát futnak, szobabicikliznek, vagy eljárnak egy konditerembe, és ez a két tevékenység tökéletesen párosítható. Ugye semmi más dolgod nincs, mint valamilyen headsetet beilleszteni a füledbe, és miközben sportolsz, nagyon sokféle nyelvoktatási tevékenységgel is foglalkozhatsz. Tehát az első tanácsom az, hogy hallgass angol nyelvű podcastokat. Tehát miközben futsz, vagy miközben edzel, meghallgathatsz egy számodra érdekes angol nyelvű párbeszédet. Rengeteg féle ilyen podcastot és interjút találsz az interneten, semmi más dolgod nincs, mint a Google keresőjébe beírni a számodra érdekes témát, tehát mondjuk marketing, és plusz odaírod, hogy podcast. És már is rengeteg ilyet fogsz találni. Ugye ezek nagyon alkalmasak arra, hogy többet megtudj egy adott témáról, egy számodra érdekes témáról, és közben megfigyelheted, hogy az anyanyelvi beszélők milyen szerkezeteket használnak, hogyan ejtik ki a szakszavakat, és hogy milyen a hanglejtésük. De ha te még teljesen kezdő vagy, akkor sem kell természetesen feladnod a dolgot, szeretnék számodra is egy javaslatot tenni. Semmi más dolgod nincs, mint a BBC The English We Speak című sorozatát hallgatnod. Ha nem ismered ezt a sorozatot, akkor ha lejjebb görgetsz ennek a videónak a leírásában, meg fogod találni az ehhez vezető linket. Mi ez a sorozat? Ugye ez egy kifejezetten nyelvoktatásra szánt podcast sorozat a BBC-től, nagyon rövid és általában véve nagyon érdekes témákkal.
Hetente jelennek meg újabb és újabb részek, amik általában nagyon rövidek, tehát 3 vagy 5 perc hosszúságúak, úgyhogy edzés közben természetesen többet is meghallgathatsz, vagy meghallgathatod ugyanazt az epizódot több alkalommal. Ugye ezek az epizódok párbeszédes formában épülnek fel, tehát van 2 vagy 3 beszélő, akik egymással beszélgetnek és diskurálnak. Én azt vettem észre, hogy ebben a sorozatban egy kicsit lassabban beszélik az angolt, mint a való életben, de minden szót, ugye, mivel ez egy oktatási podcast, de éppen ezért minden szót nagyon-nagyon tisztán ki lehet venni, és minden szót nagyon érthetően ejtenek ki a beszélők. Tehát ideális arra, hogy angolul tanulj belőlük. És a második számú javaslatom pedig az, hogy hallgass angol nyelvű hangos könyveket. Ugye, ha te rendszeresen, tényleg nem csak úgy adhok jelleggel, hanem hetente többször adott napokon sportolsz egyedül, akkor komplexebb, összetettebb tanulási anyagokat is felhasználhatsz. Például elkezdhetsz meghallgatni egy angol nyelvű hangos könyvet. Ugye, egy összefüggő, komplex történetből sokkal több szót, sokkal több szókapcsolatot és sokkal komolyabb szerkezeteket sajátíthatsz el. Nagyon sokat lehet ilyet találni az interneten, de mégis szeretnék egy konkrét javaslatot és egy konkrét oldalt a figyelmedbe ajánlani. Az oldalnak az a neve, hogy digitalbook.io, tehát digitalbook.io. Ha lejjebb görgetsz ennek a videónak a leírásában, természetesen ennek az oldalnak a linkjét is megtalálod. Különböző ingyenes hangoskönyv, különböző ingyenes angol nyelvi hangoskönyveket tudsz innen letölteni a saját szintednek megfelelően. Tehát van kezdő, középhaladó és haladó. Ha pedig a hallgatáson után még mindig van egy kis szabadidőd, és még mindig van egy kis energiád, amit beleölhetsz az angol nyelvtanulásba, akkor én azt javaslom, hogy tegyél egy következő lépést, és vonj be egy további készséget a játékba. Mégpedig azt kell tenned, hogy írsz egy olvasó naplót magadnak egy külön füzetbe az elhangzottakról. Jó, én javaslom a füzetet, és azt, hogy ne egy Word dokumentumba írd, mert sokkal több készséget mozgatsz meg, ha megfogsz egy tollat, vagy egy ceruzát a kezedbe, és szépen elkezded kigondolni, hogy melyik szereplő mit csinált, leírod, hogy mi volt, melyik esemény volt számodra érdekes, vagy újszerű, vagy meglepő, vagy például, hogy te mit tennél egy adott szereplő bőrében. Nos, a videó végén én szeretném megköszönni a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót. Arra is szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!